Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki a maga népének pásztora, és aki maga hív el és küld pásztorokat nyájának legeltetésére. Azért hát szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, az ő népe és az ő legelőjének juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét. Amen. Ünnep Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Mindenható Isten, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, téged áldunk és dicsérünk ezen az ünnepi Isten tiszteleten, aki élsz és uralkodsz bölcsességben, erőben és szeretetben, örökkön örökké. Alázatosan kérünk téged, fogadd el hódulatunkat, amikor a te dicsőségedben imádunk. Dicsőítünk kegyelmedért, igazságodért, amelyet számunkra kijelentettél, Fiadban, ami megváltunkban, ajándékozz meg minket szent lelkeddel, hogy lélekben és igazságban imádhassunk téged. Tudjuk és megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gyermekeidnek hivassunk, mivel sokszor és sokféleképpen megbántottunk téged bűneinkkel. Kérünk, hogy Krisztus érdeméért irgalmazz nekünk, bocsásd meg bűneinket, oldozz fel bennünket, és ajándékozz meg jelenléteddel, személyesen megszólító igéddel, munkálkodj mindnyájunkban a lélek által, és így áld meg most a mi ünnepi Isten tiszteletünket. Kérünk, könyörülj rajtunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom ti néktek. Úgy, amint az írva található Lukács próféta, Lukács evangéliuma 3. fejezetében, a 2. verstől a 6. versig terjedő ige szakaszban. Az igét és az ige hirdetést leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 3. fejezetében, a 2. verstől a 6. versig így szól Istennek igéje. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi Isten tiszteleten, a Délpesti Református Egyház megye nevében. Azt mondhatjuk, hogy a mai nap többszörösen is ünnep a Dabas Inárcsi gyülekezeteknek. Először is azért, mert minden keresztény gyülekezetnek és minden keresztény közösségnek ünnepe a vasárnap, Jézus Krisztus feltámadásának a napja.
és mindig vasárnap van az ünnepi istentisztelet a keresztény gyülekezetekben. Hát a mai vasárnap meg különleges is, hiszen advent első vasárnapja van, Adventus Domini, az Úr eljövetelére várunk, nem csak a karácsonyra, nem csak az ünnepre, hanem arra, hogy Jézus az ő ígérete szerint visszajön, visszatér erre a földre, ítélni eleveneket és holtakat. Mindezeken túl a mai istentiszteleten iktatjuk be lelkipásztori tisztébe Szilágyi Jánost, a Dabas Inárcsi Társegyházközség megválasztott lelkipásztorát. Ugyanakkor háladással tekintünk vissza az elmúlt évszázadokra, közte arra, hogy templom épülhetett e helyen, amely 225 évvel ezelőtt szenteltetett fel Isten dicsőségére. Az ünnepi igehirdetés vezér gondolata, hadd legyen testvérek az az isteni üzenet, amely keresztelő Jánoson keresztül szól mi hozzánk, aki Ézsaiás prófétát idézte, amikor így szólt, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kedves lelkipásztor testvérem, hadd forduljak így most te hozzád, a te feladatod, Istentől való küldetésed, hogy hirdesd erről a szószékről, az Inárcsi kis templom szószékéről, a templomon kívül, alkalmas és alkalmatlan időben, amit az Úr Jézus Krisztus így mondott Nikodémusnak, szükség néktek újonnan születnetek. Valaki erre azt mondhatná, hogy én már egyszer újjá születtem. De testvérek, olyan a mi emberi életünk, hogy időről időre megújulásra van szükségünk. Ezért is hívnak bennünket reformátusnak. Hogy nem egy statikus állapotban van a mi hitünk, hanem nekünk mindig növekedni kell belsőleg. Lehet, hogy külsőleg megromlik a mi életünk, sőt biztos, de a belsőnek napról napra meg kell újulnia. Sok minden megpróbálja testvérek az életünket. Sok-sok kísértés, nyomorúság, hitetlenség, az élet bajai olyan hamar meggyengítik az embereknek a hitét, a mi hitünket is. Újonnan kell születni. Újjászületés azonban csak ott lehet, ahol Krisztus megjelenik az ember életében. Ahol központi helyet foglal el. Krisztus arra kér most bennünket, ezen az ünnepi istentiszteleten, hogy készítsük az ő útját. A lelkipásztor, a gyülekezet, és mi mindnyájan. Mert ez az út egy biztos út. Ez egy egyenes út. Ez az út, ez felfelé vezet. Igaz, hogy keskeny út, és kevesen járnak rajta, de a szoros kapun át az örök életnek útja ez. Isten szent lelke, munkálkodjon lelkipásztorban, a presbitériumban, a gyülekezet tagjaiban, hogy meghalljátok keresztelő János üzenetét, aki Ézsaiás próféta szavát kiáltotta. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, s legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Így legyen. Amen. Gyertek testvérek, fennállva imádkozzunk. Örökké való Isten, mennyi édesatyánk, kezdettől fogva te adtál prófétákat, apostolokat, evangélistákat a te néped az Anyaszent Egyház építésére. Dicsérünk téged, hogy évszázadok óta él itt neked reformált néped. És 225 esztendővel ezelőtt templomot építettek a te dicsőségedre. Áldunk azért, hogy te minden időben kirendeltél lelkipásztorokat, akik hűséggel szolgálták a te szent nevedet, és szólították és hívták te hozzád az itt élőket, akik hirdették a te üzenetedet, és íme ma beiktathatjuk
Az új lelki pásztort, akit ennek a gyülekezetnek adtál. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked világosságát add a te szolgádnak és ennek a gyülekezetnek. Együtt hadd készítsék az Úr Jézus Krisztus útját itt a helyen, az emberi szívekhez, hogy minél többekhez elérkezhessen az evangélium, hogy felismerjék Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Kérünk, Urunk, te magad segítsd meg a lelkipásztor testvérünket, hogy mindig szabadon, mindig örömmel hirdesse az evangéliumot. És munkálkodj az ige hallgatókban, hogy megteremjék a megtérésnek a gyümölcseit. Így áld meg minden munkáját a lelkipásztornak, hogy az a te neved dicsőségét és embertársai javát szolgálja. Urunk Istenünk, arra kérünk, te szenteld meg ezt a gyülekezetet, hogy szelídséggel fogadja a hirdetett igét, és hogy mindig könyörögjenek a lelkipásztor munkájáért, és adj közéjük békességet, hogy valóban lássa ez a világ, hogy az itt élő nép, só, világosság, hegyen épített város. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg könyörgésünkben, Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Egyházközségünkbe kerülések óta ugyanis alig valamivel több, mint egy év telt el. Bizonyára magasztos és felemelő érzés lehet számára, hogy lelkipásztori beiktatására éppen templomunk felszentelésének 225. évfordulóján kerülhet sor. János igazán nagy fába vágta a fejszéjét akkor, amikor olyan elődök nyomába szándékozott lépni, mint nagy tiszteletű Gulyás László, nagy tiszteletű Szokoli Gyula és nagy tiszteletű Csontos József lelki pásztor. Sok mindent másképp csinál, mint az elődeit. De higgyék el nekem, hogy nincs két egyforma lelkész, és nincs két egyforma ember sem. Én nem tudom, hogy miért pont őt küldte az Úr a damaszkuszi, a Dabas-Inácsi összekötőjére, hogy hirdesse közöttünk az evangéliumot. Mint ahogy azt sem tudom, hogy ő-e a legmegfelelőbb személy erre a küldetésre. Csak azt mondhatom, hogy ha az Úr őt küldte, akkor bizonyára megvolt vele a konkrét célja.
Egyházunk szép rendje szerint beiktatlak a Dabas Inárcsi Református Társ Egyházközség lelkipásztori állásába. Miután a Szent Eklézsia Presbitériuma téged ide meghívott, és gyülekezete törvényesen megválasztott. Átadom neked a templomoknak a kulcsát, és arra kérlek, hogy emlékeztessen téged az Úr Jézus Krisztus szavaira a kulcsok hatalmáról, aki így szólt, bizony mondom néktek, valamit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, és ha valamit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. És átadom az egyházközségeknek a pecsétjét is, és emlékeztessen ez arra, hogy el vagyunk pecsételve a bárány Jézus Krisztus vérével. Amen. Szeretettel köszöntelek a Délpesti Református Egyházmegye lelkipásztori közösségében, és kívánok neked a kitartást, a szolgálatban az újbóli megújulást, hirdesd az igét, bátran incs, fegy, ha szükséges, plantálj, írts, pusztíts az ige szerint a proféta szavával, és így töltsd be a te küldetésedet, figyelj az itt élő emberekre, hallgass meg őket, ige szerinti tanáccsal, útmutatással lásd el őket, készítsd az Úr útját az emberek szívébe, így áldjon meg az Úr szeretteiddel, családtagjaiddal, feleségeddel is. Minden szeretteddel együtt, és így fogadunk be, most már így beiktatott lelkipásztorként, az egyházmegye közösségében, és itt kialakult gyakorlat szerint a mai nap emlékéül sok szeretettel adjuk át ezt a Bibliát, és azzal az igével kérek áldást a te életedre, és utána kérem a lelkipásztor testvéreket, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához, és ők is egy áldással bocsássanak el a te utadra, ami a meghívón szerepelt. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Így legyen. Amen. Az Úr áldása. János, minden dolgot szeretetben menjen végbe. Amen. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét nap, mint nap, és úgy kövessen engemet. Úgy legyen. Amen. Az Isten békessége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Végezetül erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Amen. Mindenre van erőm az Úrban, aki megerősít engem. Amen. A rád bízott drága kincset őrizd meg. Nem. Senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Az utakon járásról bővebb értelemben, nem csak az advent tekintetében, te tudod egyedül, hogy milyen úton vezetett téged Isten születésedtől fogva, amely most itt tart Dabason, és amely útnak szükségszerűen biztos, hogy voltak buktatói, megpróbáltatásai, útelágazásai, de amikor az ember visszafelé tekint, akkor látja, hogy milyen módon hozzuk meg a döntéseinket ezeken a pontokon, és hogy milyen sokat köszönhetünk a szerető és mindenható atyánknak, aki gondot visel ránk. Ezen az úton tovább fogsz járni, és amikor az elődöket emlegették, vagy emlegetjük 1720 óta itt a gyülekezetben, akkor elsősorban azt gondolom nem ránk kell figyelemmel lenni,
hanem arra, aki az utat már elkészítette számodra, és aki az úton vezet, és aki a végcél Jézus Krisztusra. Amíg az ő nyomdokain jársz, addig azt gondolom, hogy áldást teremt a te lépéseid nyomán is. És még egy verset olvasok ebből a Zsoltárból. Ez a 9. vers, amely így szól. Az Úr igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Igen, ahhoz, hogy minden áldás és az Úr dicsősége nyilvánvalóvá legyen utunkon, ahhoz a mi részünkről nagy-nagy alázatra van szükség. Mert mindaz, amit örököltünk az egyházunktól, mindaz, amit örököltünk szüleinktől, amire tanítottak bennünket, a hitben előttünk járó, gyarló és törékeny emberi tanítások, és amikor el kell fogadnunk az igazságot, az igazság urától, akkor nagy alázatra van szükség. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunkra nézve érvényes, és azt remélem, hogy a te utadon és küldetésedben segítenek a hívő közösség tagjai, akik melléd állnak, és szeretetben fogják támogatni a küldetést, mert ez közös küldetésünk. Kevesen tudják, azt hiszem leginkább csak a parókia falai között élők, hogy milyen nagy szerepe van egy lelkipásztor szolgálatában az ő párjának és társának. Azt gondolom, hogy amikor téged iktatunk, akkor őt is iktatjuk, és amikor te rád áldást kérünk, akkor ő rá is áldást kell kérnünk, mert biztos, hogy vele osztod meg első kérdéseidet, és vele beszéled át gondjaidat, és biztos, hogy fontos az ő támogatása és jelenléte. Úgyhogy veled együtt őt is szeretjük és megbecsüljük, és mindkettőtökre Isten áldását kérjük és kívánjuk. Úr, lesz a Jézus, senki a te ifjúságodat megnövesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Azt kívánom, hogy nagy tiszteletű Úr élete legyen példa a gyülekezet előtt, a beszéde legyen tiszta, hiszen az maga a Szentírás, legyen hűséges ehhez a gyülekezethez, és őszintén remélem, hogy sima lesz majd az az út. Különleges alkalom ez a lelkész beiktatás több szempontból. Egyrészt ennek az ünnepi körülményei, hiszen egy a dabasi gyülekezet egy nagyszerű évfordulót is ül, ugyanakkor így advent első vasárnapján beiktatni egy lelkészt az többszörösen ünnep. Mindennek rendelt ideje van, írja a Szentírás. Ideje van a rontásnak, a rombolásnak, és ideje van az építésnek.
Nem csak az advent ad egy különlegességet a mai lelkészi beiktatásnak, hanem az is, hogy olyan áldott időszakot élünk, amikor ideje van az építésnek. Hadd osztam meg az ünneplő gyülekezettel azt, hogy ha csak én magam a választókerületemben körülnézek, akkor a következő konkrét építéseket látom. Nem olyan régen újult meg Bugyi községben a református általános iskola. Nagyon szépen egy vidékfejlesztési program keretében megújult az Áporkai kis református templom. Jelenleg is folyik Kiskullacházán a templom, az új megújított templomtoronynak az elkészülése. Taksonyban egy vadonatúj református templom épül. Mint ahogy főjegyző úr is biztos tudja, hogy a Duna melléki egyházkerületben 5 új református templom épül. Ideje van az építésnek. Miközben Nyugat-Európában százával zárnak be templomokat, mi templomokat építünk, óvodákat építünk, iskolákat építünk, nem világnézetileg semleges, hanem elkötelezett intézményeket építünk. És ezt azért mondom nagy tiszteletű úrnak, hogy ideje van az építésnek, mert ha fizikai építésre, intézményi építésre gondolunk, akkor itt talán Dabason is igény van akár egy református óvodára. És nem csak a fizikai építésnek van itt az ideje, hanem a lelki, hitbéli építésnek is, és ma elmondhatjuk, hogy egy olyan politikai, olyan közéleti környezetben vagyunk, amikor a templomok nyugodtan kinyithatják a kaput. Amikor visszakaptuk újra az ünnepeinket. Amikor nem azt sugallják nekünk, hogy egy fenyő ünnep van, hanem a megváltó születését várjuk. Tehát ideje van az építésnek, nagy tiszteletű úr. Én kívánok az ön munkájához áldást, és ebben az építésben mind Dabasnak, mind a református gyülekezetnek, mind önnek is ebben az építésben a segítségére leszek. Az Isten áldja meg önöket. Kedves testvérek, nincsenek véletlenek, mint ahogyan ez a hármas egybeesésen véletlen. Hiszem és vallom, ezt jelenti, hogy a mindenható Istennek terve és célja van a gyülekezettel, terve van velem is, és ezeket a terveket nekünk közösen kell megvalósítanunk. Közösen, mert az ember egyedül semmit sem ér, szüksége van egy támogató, odaadó társra, szüksége van egy olyan családra, ahol mindent elsajátíthatott, ahol az alapokat és a mintákat hozta. Szüksége van gyülekezetekben olyan segítőkre, presbiterekre, egyháztagokra, akik segítik a szolgálatát, és akik mindig a megoldást keresik. Keresik azokat a lehetőségeket, hogyan lehet a Jóisten ügyét és a gyülekezet szekerét előrébb mozdítani. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ez alatt az 1 év és 3 hónap alatt, amióta Dabason és Inácson szolgálok, segítette és támogatta szolgálataimat. De mindezek az emberi erőfeszítések semmit sem érnek, ha az Úristen nem áldja meg munkánkat, szolgálatunkat, fáradozásainkat. Hiszem és vallom, hogy eddig is megkaptuk áldásait, és hiszem, hogy a jövőben is megfogjuk, hogy valóban egy szívvel és egy lélekkel azon fáradozzunk, hogy megkezdjük az ő országának a földi építését. Végül szeretnék egy igét felolvasni az Efézusi Levél 6. részéből, 10. és 11. verséből. Ezzel az igével szenteltek lelkészé 2015. október 9-én Debrecenben a Nagy Templomban Derencsényi István tiszántúli református egyházkerület főjegyzője, és ez az ige attól a naptól kezdve folyamatosan végig kísérte, és végig kíséri a mai napig, eddig a pillanatig is az én életemet, szolgálatomat, az egész családomnak az életét, és ahogy hallhattuk is, ez Dabason is meg kellett tapasztalni, és Dabason is szükség volt erre az igére. Így hangzik a
6. rész 10. és 11. verse. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Ez volt az ige, amellyel áldást kértek az életemre, szolgálatomra, amivel felszenteltek, és ez az ige az, amivel nap mint nap nehézségeket is el tudom viselni, és túl tudok lendülni rajta.